Az elmúlt hetek időjárása kis túlzással inkább a strandröplabdának kedvezett, mint a jeges sportoknak, ettől függetlenül a naptár szerint már kezdődik a jeges szezon. Nyíregyházán a városi jégpályán is elkezdték a jég hizzalását, így szombaton már ismét látogatókat fogadhat a tavaly átadott létesítmény. Az elmúlt héten még nagyon szkeptikusok voltunk ebbe a kérdésbe, de hál' Istennek ezen a héten már olyan időjárási viszonyok lettek, aminek folyamán el tudtuk kezdeni a jeget hizlalni, és hát 100%-kal mennek természetesen a fagyasztógépek, de én azt gondolom, hogy szombatra egy nagyon jó minőségű jeget fogunk tudni biztosítani a nyitásra. Kőhalmi Rihár elmondta, az előző szezonban a szabadidősport és a versenysport kiszolgálása mellett közösségi térként is működött a jégpálya, és szeretnék, ha ez így lenne a jövőben is. Hatalmas sikere volt tavaly is a jégpályának, közel öt hónapig volt nyitva, ezt mi most egy-két héttel meg szeretnénk toldani, nyilván hamarabb fogunk most nyitni, mint tavaly, és hát azt mindenféleképpen célként határoztuk meg, hogy a tavalyi 30 ezeres látogatói számot emeljük, és hát 40 ezer a cél természetesen. Nyíregyháza város jóvoltából továbbra is megszervezzük az ovikori programot, és a délelőtti órá várjuk nagy szeretettel az iskolákat is. Polgármester úr nagyon szeretné, ha minden iskolás legalább egyszer, de lehetőség szerint minél többször el tudjon jutni a jégpályára, mert ezeket a testnevelés órákba és szabadidős programokba be lehet építeni, azt gondolom. A nyíregyházi városi jégpálya szombaton 9:30-kor nyitja meg kapuit, este pedig egy ice party várja majd a közönséget.